tanévkezdés a Kovácsban, felújított iskola fegyverneken, kimagasló szakmai munka a bölcsödében, az átlagosnál melegebb nyár volt térségünkben is. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 8-án 18 óra 5 perckor. A tanévkezdésről kérdeztük Flós Csilla intézményvezetőt. Mindhárom tagintézményben nagy-nagy lendülettel indították a 2021-22-es tanévet. Iskoláinkban, tagintézményeinkben nagy-nagy lendülettel indítjuk a 2021-22-es tanévet. Ugye a nyár, illetve az augusztusi időszak legnagyobb kihívása volt az, hogy az alapfeladataink ellátásához a megfelelő számú pedagógus, tanító, illetve szakos tanár rendelkezésre álljon itt az iskolába. Örömmel számolok be arról, hogy ez biztosított minden intézményünkben. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két általános iskolai tagintézményében 440 fő, a művészeti iskolában 130 fő kezdi meg az idei tanévet. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához három tagintézmény tartozik, kettő általános iskolai tagintézmény, illetve egy művészeti iskolai tagintézmény. Az általános iskolásaink száma a két tagintézményben 440 fő, a művészeti iskolások pedig 130 fővel kezdik meg az idei tanévet. A tanévkezdéshez a hátrányos helyzetű gyermekek, családok tanszercsomag támogatást kaptak. Az elsősöknek ez egy nagyon nagy lépés és nagyon nagy változás az iskolába való belépés, és mindennel próbáljuk segíteni őket támogatással, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek, családok tanszercsomag támogatást kapnak, amelyeket a szülők augusztus 30-án már átvehettek. Az étkezés is biztosított mindkét általános iskolai tagintézményben. Már az első naptól biztosított mindkét általános iskolai tagintézményünkben a gyermekétkeztetés, napi háromszoros ellátásban lehetnek a gyermekek. Elkészültek a tanmenetek, órarendek, és már szervezik a szakköröket, szabadidős tevékenységeket. Az alapfeladat, ugye a tanórák megszervezése, a tantárgyfelosztás, illetve az órarendek már elkészültek, de a gyermekekre nem csak ez vár, hanem különböző szabadidős tevékenységek, illetve szakkörök. A Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményünk a komplex alapprogram szerint végzi a munkáját, és ennek a programnak számos olyan eleme van, amely sok-sok élményt nyújt a gyermekek számára. A Kovács Mihály Általános iskolai tagintézmény a komplex alapprogram szerint végzi a munkáját. Ennek számos olyan eleme van, amely sok-sok élmény nyújt a gyermekek számára. Szeptembertől a fegyverneki Móra Ferenc általános iskolában a 21. századi környezetben kezdhetik meg a tanévet a diákok és a pedagógusok. Ünnepélyes keretek között adtuk át a közel 400 millió forintból megvalósult fejlesztést, melynek köszönhetően elkészült az intézmény épületeinek teljes belső felújítása, valamint a legtöbb épület esetében a tető teljes vagy részleges cseréje. Itt ugye egy 400 milliós beruházás történt, melynek gyakorlatilag egy komoly felújítás a következménye. Szaktantermek újultak meg, művészeti termek újultak meg, nyelvi labor lett. És ez azért nagyon fontos, mert én is azt vallom, hogy a külcsínynek és a belcsínynek együtt kell működnie. Lehet nagyon szép egy iskola kívülről, hogyha belül a szakmai tartalom az nem jó. És ha a szakmai tartalom megvan, de romos az épület, akkor sem szívesen viszik oda a szülők a gyerekeiket. Én itt látva az előző produkciót, amihez szeretnék gratulálni, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert mindig nagyon szeretem, amikor azt látom, hogy egy tantestület együtt él, együtt mozog a gyerekekkel. És itt ez történt. Amikor együtt énekeltetek a fiatalokkal, az szerintem nekik is egy nagy öröm, nekik is egy komoly motiváció, és én azt látom, hogy itt biztos, hogy egy olyan komoly szakmai munka folyik, ahol ti is érzitek azt, hogy ha a gyerekeknek példát mutattok, és a gyerekekkel együtt mozogtok, együtt vesztek részt különböző művészeti produkcióban, akkor az mindenkinek nagyon sokat ad. Mondom ezt azért is, mert mindannyian tudjuk, hogy az iskola sok mindennek a szintere.
Azt szoktuk mondani, hogy ott folyik a tanítás, ott folyik az oktatás. Igen, és ott folyik a nevelés. És ami a nevelés ugye kitágítja, az az, hogy rengeteg szabadidős tevékenység folyik egy-egy intézményben, és a szabadidős tevékenységek köre az ugye mindig a sporttal és a művészetekkel egészül ki. A művészeti nevelés mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy egy egészséges szemléletű társadalom fejlődhessen ki. Nagyon-nagyon fontos az érzelmi töltete a művészeti nevelésnek, de én mindig nagyon komolyan gondolom azt, hogy a sport ugyanilyen fontos, és a pici gyerekeknél mind a kettő, meg a nagyobbaknál is mind a kettő megfér. És az a jó, hogyha mindenből kapnak. Itt, ebben az iskolában minden adott ahhoz, hogy a gyerekek mindenhez hozzájussanak, és ezt erre azért is vagyok büszke, mert többek közt a 900 intézmény megújulásánál, mert a kormány egyértelműen azt mutatja, hogy a vidéki iskoláknak ugyanazt kell tudnia, mint egy nagyvárosi intézménynek. Az odajáró gyerekeknek ugyanazt kell megkapniuk, ugyanolyan tehetségesek, és ugyanúgy el kell jutniuk ahhoz, hogy szakmát tanuljanak, illetve ahhoz, hogy akár egyetemet végezzenek. Kialakításra került egy informatika terem, művészeti szaktanterem, foglalkoztató terem, természettudományos terem és szertára, nyelvi labor, valamint könyvtár. Mások a tantermek, hiszen a pedagógusok tudják, hogy ezeket a tantermeket nem az évnyitón látták először, hiszen azoknak a berendezésében, szépítésében részt vettek. De más ez az iskola. Más ez az iskola, mert szép, új és modern. Más ez az iskola, mert jó ide járni, de jó volt a régibe is járni. Bár aki nem szeretett a régibe, az az újban sem szeret foglalatoskodni, az újban sem szeret tanulni. Tehát jó ez az iskola, és azt szokták mondani, hogy mindig a belbecs számít, a külső igazából nem számít, áltatjuk ezzel sokszor magunkat. De számít. Számít a keret, számít a forma, számít az, hogy a szülők milyen iskolába tudják elküldeni a gyerekeket. Hogy egy modern, világos, egészséges-e az iskola. És számít a pedagógusoknak is, hogy hol töltik a napjuk jó részét. Egy modern, szép, világos, jó felszerelt iskolába. És számít ez a településnek is, számít Fegyverneknek is, hiszen az országot járva kevés olyan település van, mint Fegyvernek. Kevés olyan településnek vannak olyan szorgalmas lakói, mint Fegyvernek városának. És ez a szorgalom, tudjuk azt, a tanulásban, általában az évzáron a bizonyítványban megmutatkozik. De megmutatkozik a városon is. Megmutatkozik a fejlődésén, megmutatkozik azon, hogy Fegyvernek fejlődik, szépül és épül. Az A és B épületben megvalósult az előírás szerinti akadálymentesítés, a teljes körű energetikai korszerűsítés, valamint eszközbeszerzés. Karcagváros egészségügyi szociális díját vehette át a karcagi bölcsőde. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben a Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat adományozott a karcagi többcélú kistérségi társulás bölcsőde intézménye dolgozói részére. Hál' Istennek a gyerekek és a szülők nem ijedtek meg úgymond a járványtól, ránk merték bízni a legnagyobb kincsüket, a gyermeket. Amik ugye rendeletben voltak írva, milyen dolgokat kell betartani, fertőtlenítés szempontjából, intézménylátogatás szempontjából azt próbáltuk, vagyis nem csak próbáltuk, hanem be is tartottuk, és én úgy gondolom, hogy ezt a nehéz időszakot sikerült jól átvészelni a bölcsődébe, mind a dolgozóknak és mind a kisgyermekeknek is egyaránt. Azt gondolom, hogy ez a díj, ahogyan is mondta, a csapatnak szól, tehát elismerte önkormányzat is ezt a munkát, amit ön említett. Egyébként a szülők részéről milyenek voltak a visszajelzések? Ahogy mondtam, ugye sikerült jól átvészelni a dolgokat. Erőt adott a munkához, hogy a szülők is pozitívan álltak ezekhez a dolgokhoz. Amit kértünk dolgokat a vírus helyzet alatt, ők is betartották, és ezzel is megkönnyítették ők is a munkánkat, és azt, hogy minél kevesebb gonddal jussunk túl ezeken a nehéz időszakokon.
Az átlagnál 1,2 Celsius fokkal melegebb volt az idei nyár. Az átlagnál 1,2 Celsius fokkal melegebb volt az idei nyár. Rekordokat döntögetett a tiszatavi turista szezon, de sokan választották a termálfüldőket is térségünkben. A gyakori hőség mellett nagyon száraz is volt a nyár, a csapadék összeg is jelentősen elmaradt az átlagtól. Az évszak középhőmérséklete országosan 22 fok volt. A június 2,1, a július 2,2 fokkal volt melegebb a szokásosnál, így a június a harmadik, a július a legmelegebb lett 1901 óta. A nyár első két hónapjának az átlaga megközelítette a 23 fokot, amihez hasonló nem fordult elő az elmúlt 121 évben. A június közepétől augusztus közepéig tartó két havi időszakot nagyrészt hőhullámok határozták meg. Ugyanakkor megjegyezték, hogy az évszak eleje és vége a szokásosnál hűvösebb idővel telt. Az augusztusi középhőmérséklet országosan egy fokkal elmaradt az éghajlati normáltól. Az évszak legalacsonyabb hőmérsékletét a meteorológiai nyár első napján, június 1-én rögzítették. Június második hetében a szokásos közelében kisé afelett alakultak a középértékek, majd 13-ára egy markáns hidegfront hozott jelentős lehűlést. A hűvösebb idő viszont nem tartott sokáig, június második felének időjárását már hőhullám határozta meg. A legforróbb napon, június 24-én az országos átlag elérte a 28,6 fokot, ami 8,5 fokkal magasabb a normálnál. A július hidegfronttal kezdett, majd egy újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét. 8-án tetőzött a kánikula, az Adonyi állomáson mért 40,2 fokos érték az év legmagasabb hőmérséklete. 2021 nyarán 4 hőhullámos időszak fordult elő, június 2. és július 1. felében egy-egy hosszabb, július végén, illetve augusztus elején 2 kissé rövidebb. A gyakori hőség a hőhullámos napok számában is megmutatkozik. Országos átlagban 22 napon érte el a napi középhőmérséklet a 25 fokot. Ennél több 1901 óta csak 2012-ben 24 nap és 2015-ben 28 nap volt. A legtöbb hőhullámos nap a déli-délkeleti ország részben fordult elő, ahol nagyobb területen 30 fok felett volt ez az érték. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!